Természetesen zenéléssel kezdődött a Művelődési Központ beszélgetés sorozatának újabb állomása. Ezúttal a Zanzibár együttes énekesnője Terecskei Rita volt a vendége, a Szó Zene Zene Szó nevet viselő programnak. Dr. Koltói Ádám kérdezett az együttes 1999-es alakulásáról, az országos hírnévről, a média olykor álságos világáról. Rita azt mondta, mindig igyekeztek kihagyni a magamutogató partikat, nem az ő világa a celebség. Valahogy nekem ez egy ilyen nagyon mű dolog, tehát fel van fújva, mindenki nagyon szép, mindenki nagyon jó, mindenki elmond magáról mindent, ami jó, és utána megfordul egyet az ember, és már csattan is a kés a hátában, és valójában nekem ez így nem... Hogy mondjam, ez nagyon-nagyon távol áll tőlem. Tehát én nagyon szeretem. Rita megmaradt annak a közvetlen, barátságos, vagány ceglédi lánynak, aki mindig is volt. Mesélt gyerekkoráról. Eleven kislány volt, aki leginkább a fiúkkal érezte jól magát. Tehát az óvodában is, emlékszem, a bátyám matchboxait hordtam, ugye mindenki babázott, én inkább a srácokkal a homokozóban matchboxoztam, meg fociztam, tehát hogy én inkább egy ilyen fiúsított lány voltam már egész kicsikoromtól kezdve, de hát nem tudom, tehát hogy én inkább mondanám magam Elevennek. Tehát, hogy most egy babával el van az ember, úgy ide megy, oda megy, meg megeteti, vagy bármi, de nekem így mindig érdekesebb volt, hogyha menni lehetett. Rita a gyerekkor és a kamasz évek mellett a Zanzibár együttes nehéz időszakairól is mesélt. Az évek során többen is kiváltak a zenekarból, Sidi és Gabsi is úgy gondolta, új utakon folytatja. Gabsi később visszatért, és ismét magára talált az együttes, sikerült kilábalni a völgyből. Most ott tartunk, hogy a legújabb lemezünk, ez a Mindent Lehet, Mindent Szabad című aranylemez lett, és hát nagyon örülünk neki, de hát nyilván nem állunk meg, úgyhogy tervezzük az új dalokat, videóklippeket, úgyhogy ezt folyamatosan dolgozni kell, hogy ezen, hogy működhessen tovább. Több száz fellépés, 7 album és egy koncertlemezzel a hátuk mögött ismét zakatol a 18 éves Zanzibár vonata. Rita azt is elárulta, soha nem vágyott igazán szóló karrierre. Nem tudom, én abszolút mértékben csapatjátékos vagyok, tehát hogy én egymagamban nem hiszem, hogy megállnám a helyemet, tehát nekem szükségem van emberekre, akikkel egy csapatot alkotunk, és én úgy tudok a legjobban dolgozni. A jó hangulatú beszélgetést mi más záratta volna le, mint zenélés. A Zanzibár rögtönzött koncertjét nagyon élvezte a közönség. A bújtot, hogy ne fedezd fel a fejét.